karcagi rendőrkapitányság konzultációs fórumra hívta a városban gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereket, a gyermekjóléti szolgálatban dolgozókat és az egyházak vezetőit, valamint a média képviselőit. A fórumon megjelenteket Ling Robert rendőr alezredes köszöntötte, majd tájékoztatást adott az éve első 4 hónapjában Karcagon történt rendőri intézkedésekről. Tehát nem tudom, mennyire volt látványos az a jelenség, hogy a területen ugye több rendőr jelent meg, túlórával készenlét rendőrség, de az egyen terénynek köszönhetően több ember tudtunk a közterületekre, iskolák környékén és egyéb olyan a város ilyen területei vezényelni, aminek úgy láttuk, és a lakosság is úgy gondolt, hogy a ringokor lehet a megerősítő rendőri jelenlét. Ennek is, meg más egyéb okoknak is köszönhetően az idei évben 158 darab bűncselekmény került regisztrálásra a Karcagi város területén. A tavalyi évben, tehát az első 4 hónapról beszélve, ez a tavalyi évben 238 darab cselekmény volt, ami 33,62%-kal volt kevesebb a tavalyi évhez képest. Személy elleni bűncselekmények száma az 32%-kal volt kevesebb, tavaly 25 volt, idén 17 darab ilyen jellegű esemény történt. Közlekedési bűncselekmény 11 darabról 5 darabra csökkent, tehát itt a közlekedés rendészetnek az egész állomány megtesz mindent annak érdekében, hogy az utasvezetőket, gyorshajtókat és egyéb olyan jellegű szabálysértéseket elkövetőit megpróbáljuk kiszűrni. Vagyon elleni bűncselekmény igazából az, ami mindenki számára a leginkább szembetűnő és mindenki leginkább zavaró jogsértés. Ez tavalyi évben 156 darabból 73 darabra csökkent, tehát ez több mint 50%-os csökkenés a tavalyi évhez képest. Ez az összbűncselekmény számának a 46,2%-a. Tehát amikor a területén elkövetnek, annak nem egészen a fele, ez a vagyon elleni bűncselekménynek száma. Tehát a tavalyi évben kábítószerrel kapcsolatosan indítottunk 9 esetben eljárást, az idei évben már 13 esetben indítottunk eljárást kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Igazából itt nehéz helyzetben vagyunk, mert megjelentek olyan pszichotróp anyagok, amelyek ugye nincsenek rajta azon a tiltó listán, ami fogyasztása, tartása, büntetés von maga után. És nagyon sok fiatal használja ezeket a szereket, igazából nálunk lévő gyors sem teszt mutatja ki. A ilyen esetekben tehát látszik rajta a klinikai tünet, hogy nincs magánál, tehát ilyen bódult állapotban van, amiráig kitárulunk, veszünk meg attól függ, hogy milyen hatóanyagú szer vett be, vagy szívott el, vagy valamilyen kórnő jutott a szervezetébe. Tehát ezekben az esetekben minden vizelet műtavétellel, ha a járművezetőről van szó, vérműtavétellel, megküldjük orvoszakulatítéletői vizsgálatra ezeket a mintákat, és annak megfelelően ugye vagy megszüntetjük az eljárást, hogyha nem ilyen tiltólistán lévő szer alapján van a bódultság, vagy éppen eljárást kezdeményezünk, hogyan jellegű szer miatt van ez a tudatmódosítás, ami tiltólistán van, és az büntetést vonhat maga után. Garázdaság számában is 24-29-5, de itt elmondhatom azt, hogy több esetben volt olyan, ami bejelentésen érkezett, és a rendőr észlelte a jogsértést, és az elkövetőt is úgymond eljárás alá vontuk még azt követően, hogy elkövette ezt a jogsértést. Beregfürdőről, igazából itt a kapitányság illetékességi területén, a Béke szigetéről beszéltünk Beregfürdő tekintetében. Ott tavaly évben 8 darab bűncselekmény történt ebben az időszakban, az idei évben 6 darab bűncselekmény történt, tehát ott is valamilyen szinten vissza tudtuk szorítani a jogsértéseket. Ott a vagyon elleni bűncselekmények száma 5-2-re csökkent, a személy elleni bűncselekmények száma az tavaly évben is egy volt, az idei évben is egy ilyen jellegű jogsértés történt. Közben elleni bűncselekmény az idei évben 3, előző évben viszont 1 eset jutott a tudomásunkra. Ling Robert alezredes tájékoztatása után a katasztrófa védelem képviselője mondta el, hogy országos szervezetük létrehozott egy olyan alkalmazást, amely az okostelefonokon keresztül ad tájékoztatást az aktuális időjárási és közlekedési viszonyokról. A fórumon kíváncsiak voltak a vendégek véleményére, észrevételeire is. A fórum célja a bűn és baleset megelőzés, a drogprevenció, a nyári időszakra való felkészülés, a különböző szervezetek működésének összehangolása volt.